nem jó kilátásokat érkeztünk a mérkőzésre, mert sok embernek hiányzott. Nyilván nem ez a kifogás a vereségnek, mert szerintem akik itt voltak a pályán is felmentek játszani, azok kitették a szívüket, lelküket. Rúgtunk 3 gólt, azok, hogy milyen gólok voltak, azt hát majd megnézzük az összefoglalóban, mert itt kb. Mind a 7 gól olyan vacélnet volt. Nem volt szerintem, hát az első szabadrúgás talán nekik, ami olyan volt, hogy szép gól volt. Nem baj, kikaptunk most 4-3-ra, de semmi rossz szó nem érheti a csapatomat. Megtettünk mindent azért, hogy tovább jussunk, vezettünk is 2-1-nél. 2-1 után tudtunk még, de fordítottak 3-2-re, mi tudtunk egyenlíteni is, aztán egy megpattanó lövés jutott alá a kapunkba. Nyilván rossz, hogy most kiestünk, de örülök, hogy eddig el tudtunk jutni. Az, hogy most velük kellett megint mérkőzni, az annyiba volt jó, hogy nem kellett utazni messzi tájakra. Jó mérkőzés volt, szerintem eléggé színvonalas volt Magyar Kupa szinten. Nos, további sok sikert kívánok a Lapújtűnek, és képviseljük minél tovább a megyénket. Hú, hát nem hiába tartottam ettől a mérkőzéstől, hogy említettem, hogy a felkészülésünk egy kicsit és nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, rövid volt az idő, így összeszokni a csapatnak, de hál' Istennek sikerült behúzni ezt a meccset, hát vért verejtéket ki kellett tenni, mert nem tudtunk annyi gólt rúgni, hogy elég legyen, ugye vezetett az ellenfél, majd kinkeservesen kiegyenlítünk, aztán megint vezet az ellenfél, aztán megfordítjuk, megint kapunk, tényleg megint vacc gólok ezen az oldalon, azon a oldalon is. Hát össze kell kapni magunkat, a védekezésünk az nagyon nem stimmelt. Az első fél úgy gondolom, hogy jól kezdtünk, voltak lehetőségeink, még így tudtuk kerülni a széleken, középen is, nem tudtuk kihasználni a helyzeteket. Aztán ugye az ellenfél szokott lenni, egyszer eljött, azonnal gólt rúgott. De a második fél is, tehát próbáltunk most egy új szerkezetet, 4-4-2-be játszottunk, de ezt még elég sokat kell gyakorolni, mert középpályás védekezésünk nagyon nem stimmelt, ugye ketten voltunk csak középen, a csatárok nem nagyon segítettek, a szélén nem jöttek be, úgyhogy ezt még gyakorolni kell. De ami a cél volt, hogy jussunk tovább, azt elérte a csapat, ehhez gratulálok mindenkinek. Hát edzeni kell tovább kőkeményen, ugye most már hetente jönnek a komoly mérkőzések, jövő héten egyből a Berkényét látjuk vendégül, nem lesz egyszerű meccs, addig össze kell kapni magát a csapatnak. Fejbe, védekezésbe, támadásba, mindenbe is. Hogyha minden stimmelne, akkor a játékos keretünk amúgy hivatott arra, hogy egy jó eredményt elérjünk majd az év végén. Össze kell még szokni és edzeni keményen.